nap hihetetlenül elment, annyira, hogy nem sokra haladtam, úgyhogy itt járok, Carrie Fishernek a hercegnő naplójáját olvasom, itt járok, 42. oldal, megpróbálok kicsit belehúzni, este 8:30 van, úgyhogy ez a nap így, hús, úgy eltűnt, mintha most keltem volna fel, szóval nagyon bele kell húznom, nagyon-nagyon-nagyon, de legalább vannak levélrészletek, és meg képek, és ez egy kicsit nyugtat, hogy valahol csak 3-4 sor van egy oldalon, úgyhogy mindjárt folytatom tovább az olvasást, és megpróbálok még megcsinálni egy Insta képet, ami egyébként ma szerintem a legegyszerűbb, tehát készíts olvasás közben a házi kedvenceddel egy fényképet, nem biztos, hogy összejön, kezd lemenni a nap, és a fényviszonyok elég rosszak, úgyhogy fogalmam sincs, mindjárt megkeresem Zafot és Szulit, és meglátjuk, hogy mi lesz. Elérkezett a ratingrásnak a negyedik napja, és hát nem haladok valami túl jól. A hercegnő naplóját olvastam ugye tegnap, amivel a 80. oldalig jutottam kb. Viszont nagyon-nagyon érdekes és izgalmas, úgyhogy szerintem, mivel túl sok kedvem nincs is hozzá, ezért lehet, hogy skippelem Szerbantalnak az utas és holdvilágát, az ugye itt van. Úgyhogy megpróbálom ma befejezni inkább a hercegnő naplóját, ezzel pedig nem fogok olyan sokat foglalkozni. Beleolvasok, de hát ez a hosszú csend nálam szerintem mutatja, hogy annyira nem vágyok ennek a könyvnek az elolvasására jelenleg, úgyhogy szerintem ezt teljesen ki fogom skippelni. Na, este 9 van, és sikerült befejeznem, úgyhogy 2 könyv elolvasásra került eddig a reading rush-ba. Van egy jelenet, ami nekem ebből picit zavaros, de szerintem azt holnap újra olvasom, viszont sikerült befejeznem, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. Viszont most már ideje minden mással foglalkoznom egy kicsit, tehát ma még így semmit nem csináltam, úgyhogy, ja. Holnap pedig vagy még talán most, ha lesz rá időm, egy picit elkezdem a következő könyvet. Sziasztok! Utoljára csütörtökön készítettem videót, ugye, hogy az utas és holdvilágot skippelem, de hát most az így is van, és most Evelyn hétférjét olvasom, illetve van a Fábia Janka kötet, amit szeretnék befejezni. Egész jól haladok mindkettővel, szombat reggel van, tehát van még durván 48 órám arra, hogy befejezzek 2 könyvet, úgyhogy eléggé bizakodva állok ehhez az egészhez, hát ha sikerül, eddig az Evelyn hétférje az nagyon tetszik, úgyhogy remélem, hogy ezzel hamar végzek, viszont a Fábia Janka lehet, hogy csak 80-90 oldal, valahogy nagyon akadozok vele, meg ugye annál a könyvnél az a kritérium, hogy valahol máshol kell olvasni, nem otthon, és hát sehol nem akarok menni hétvégén, úgyhogy ja, azt nem tudom, hogy fejezem be. Talán max, hogyha az erkély nem szó szerint a lakásban történik, akkor lehet, hogy az erkélyen fogom elolvasni. De most még egy-két dolgot el kell intéznem ugye itthon, és utána folytatom az olvasást.